Utazás, beszélgetés, nevetés, finom ételek és jó programok. Idén is erről szólt a csemői falunap. Kellemes a hangulat, jó az étel, úgyhogy jól éreztük. Megérte, hogy kijöttünk. Csemő legnagyobb ünnepe a falunap, 21 évvel ezelőtt a legvirágosabb magyar település díjat elnyerve, az európai zsűri is elismerte a községet. Csemő azóta is nagyon sokat tesz azért, hogy szépek, virágosak legyenek az utcák, terek. Igyekszik mindenki a környezetét szépíteni, rendbe tenni, részt venni különböző ünnepségeken. Úgy gondolom, hogy minden rendben van. A falunapon jól látszott, hogy mennyire összetartó közösség Csemő. A gyerekek, 10 és 20 évesek is szívesen veszik ki részüket a közösségi életből, ez pedig kulcsfontosságú, mondta a polgármester. Ez a legfontosabb, mert ez jelenti az életet és a jövőt. Ehhez nekünk van elsődlegesen dolgunk, mint önkormányzat, megteremteni azt a környezetet, amire azt merjük bátran mondani, hogy élhető. És hitem szerint mi itt tartunk. Ez a település ez jól élhető, ezt bizonyítják azok az adatok, hogy nincs elvándorlás, sőt folyamatosan nő a lakosság szám. Én hiszek abban, hogy ezek a rendezvények ehhez is hozzájárulnak. Szombat délelőtt a főzésé volt a főszerep, a csapatok már kora reggel hozzáláttak a munkához, hogy délre a legfinomabb ételek kerüljenek az asztalra. Ez a zöldhalmi kőleves, az azt takarja magába, hogy mindenki hozott valamit bele, hogy mindent beleraktunk. Egy kis csipedettet, egy kis disznóhúst, egy kis füstölt húst, babot, mindenfélét, és akkor ez így szépen összefőtt, és utána közösen megesszük. 12 csapat nevezett a főzőversenyre, a zsűri nagyon elégedett volt az ízélménnyel. Nagyon kiváló, különleges ételek voltak, különleges köretek, polenta. Ilyen nem is emlékszem rá, hogy kukoricalepény, vagy hát talán ez a legjobb kifejezés rá, ezt is hozták fel, nagyon finom kaják voltak. Az eredményhirdetésen 5 díjat osztott ki a főzőcsapatok között a zsűri. A színpadon pénteken és szombaton is zenei műsorral várták a közönséget. A magyar nóta mellett népdalcsokrot is hallhatott a közönség. Több százan énekelték együtt Fenyő Miklóssal a rock and roll slágereket, de koncertet adott Keresztes Ildikó és a Kft. Zenekar is.